ez a Schaefer Rácson 4. fordulójára készített első videó. Ez egy különlegesebb dolog lesz, amit láthatjátok. Van itt polip, vajhal, rák, és nyilván egy zsemle. Ebből adódik, hogy ez egy hamburger féleség lesz. Lássunk is neki az előkészületeknek. Nos. Itt a polipunk, ezt előfőztük egy jó 50 percig. És most attól a résztől, ami nekünk egyáltalán nem kell, mert megvárunk. És megpróbáljuk ezeket a csápokat szép egyenletesen elvágni, egyforma nagyságúra. Gyönyörű csáp. Ginnynek is tetszik. Jó, Ginnike, menj odém. Emlődj egy 2-3-at. Elvágunk, ennyi elég is lesz a burgerünkbe. Eléggé csúszós, úgyhogy elég nehéz ezt így feltekerni. De ha ezzel megvagyunk, akkor egy ilyen pálcikával átszúrjuk, és akkor ez így néz neki. Ez jön is ide, és ugyanígy megcsináljuk a többit is. Közben itt küzdünk a kutyával. Nekik nagyon bejön. Remélem nektek is. Úgy, nájtjátok, ez is jön ide. Egy ilyen segédrácsot használunk egyébként a sütéshez, mert ugye vannak kisebb alkatrészek itt a burgerbe, ami nem szeretnénk, hogy a nagy rácson beleessen a parázsba. Jó, ez is megvan. Jön ide. És akkor átjönk ide a grillhez. Ami most egy ilyen 200-250 fokra be van már sütve, és felhelyezzük a rózsainkat. A vajharra értelemszerűen tettünk egy kis vajat is, amiről tudni kell, hogy ettől nagyobb mennyiséget ne fogyasszon seha senki egyszerre, mert ahogy az bejön, az ki is megy. Úgyhogy most egy picit lefedjük, és egy jó másfél perc után fűszerezünk. Ami itt ezen nem, a polip esetében egy szójaszósz és balzsamecett sűrítménynek a keveréke lesz, a vajhal esetében pedig egy színes borsöldemény. Amit még itt el szeretnék mondani nektek, ugye ez, mint hamburger, kétfajta szósz tartalmaz. Van egy csilis majonézes szósz, illetve egy kapros, petrezselymes majonézes szósz. Használunk hozzá olajbogyót. Ez itt a melegbe eléggé megszínlette magát, én is izzadok, mint a ló. Használunk alginát gyöngyöt. Ez az alginát gyöngy, ez ad egy kevéske savanyságot a burgernek. Nyilván paradicsom, mert egy mediterrán hamburgerről beszélgetünk, és egy sós fű, ez gyakorlatilag egy alga szerűség, ez vajon le lett párolva, és ennek az íze sós, tehát ez kifejezetten sós, azért nem is sózunk itt semmit, mert ez megadja majd a kellő ízét neki. És akkor van nekünk itt egy ilyen kis elszámunk, ez a kedvenc borsőröm, úgyhogy mindjárt ezt fogjuk is használni. Hát, mit nem mondtam még el, gyakorlatilag ennyi, és akkor nézzük az elkészítést.
szépen óvadozik. A rákra is szórozunk egy keveset. A polip viszont nem igényli. Polipra más teszünk. A rákok, amikor szépen megpirosodtak, akkor készültek el. A vajhalnak is elég kevés idő kell. Úgyhogy én fogom is most magam, és a polipunkat elkezdem lekenegetni. Hát Isten igazából ez adja meg a ízét neki. És mivel hogy át is van szúrva, könnyűszerrel tudjuk forgatni, amit majd idővel meg is teszünk. Jó. Oké. Közben annyit kérnék, hogy a telódat add már ide, mert fotót is készítek róla. Köszi, megvan. Kérdő, segítesz a főzésbe, vagy mi van? Hát a... Tudná, nem tudom. Istenem, hát ez már jó, hogy ilyen sok elmondtam. Kezdődik, videóról jól minden. Őrültek van. Na szóval. Ezt így menet közben lehet, egész nyugodtan. Gyorsan vissza is csukom, vissza is adom. És hát még annyi egyébként, amit szokás így burgereknél elmondani, egy prémium minőségű zsemlét használunk, viszont a többi burgerrel ellentétben ennek az oldalát, a belsejét nem kenjük ki vajjal, vagy mogyoróvajjal, vagy bármivel, hanem ezt is simán adjuk a szósszal. Még sütés közben annyit meg lehet csinálni, márkát nem mutatunk, ugye? De a rákokat, illetve a polipot egy olajsprével meg lehet bombázni. És akkor így ezek szebben sülnek, illetve ez egy plusz ízt is ad nekik, mert ez speciál, egy kis csilis. Nem csak elkészülünk. Mindjárt rápillantunk itt a rákokra. Szerintem a szépen pirosodnak. Ugye még mindig tartjuk a 200-250 fokot. És ugye most már látszódik, hogy szépen pirosodnak kifele a rákok. Most ezeket fogjuk, megforgatjuk. Kicsit már forró, de pont ez a jó. Ezt a megforgatott oldalát is lekenjük. Ezeket szintén lefújjuk, és fogjuk el. És akkor nincs más, fordítsuk meg a vajhalunkat is. Ha tudjuk, már nehezebb.
De még most kicsi fel is jön. Ezt az oldalát is megbúsoltuk. Kicsit lezárjuk, és utána állítjuk is össze a burgerünket. Elég meleg van, úgyhogy nem csak itt a grill mellett egyébként is, baromira is zogunk. Ezért nem is akartam nektek egy olyan videót készíteni, mert egy ilyen jó 20-25 perces, és akár barbecue-zással, vagy akár más olyan húsok sütésével foglalkozik, ami több időt vesz igénybe, mert itt döglenék meg a napon, ezt meg ugye nem akarjuk. Úgyhogy szépen elkezdett most már lecsepegni a vaj a halról, ezt látjuk a füstből is. Mennyi füst pont kell az ételünknek, hogy felvigyen egy grilles jelleget. Jó, és akkor jöjjünk ide a burgerünkhöz. A legaljáról, amit látjuk, nincs lefirítva, a legaljáról kerül ez a csilis majonézes szósz. Az egészet jól bekenjük vele mindenhol. Így. Ezután egyébként sokakban vita tárgyát képezi, hogy most alulra tegyünk-e paradicsomot, vagy ne tegyünk paradicsomot. Én azt mondom, hogy tegyünk. Viszont nem visszük túlzásba. 3-4 vékony szelet paradicsom pont elegendő. Jó. Kicsit a csápjaiddal megnyedünk. Oké. És akkor most jön a sós ízt megadó kis különlegesség. Ugye egy salátát nem használunk, mert az egy ilyen burgernél kicsit elcsépelt lenne. Ha már ennyi különleges anyagot használunk, akkor ne adjuk alább, és legyen ez is benne. Ezután kivesszük a vajhalunkat, aki tudjuk. Hát igen, így már egy könnyedén kijön. Jó. Oké. A vajhalhoz nagyon illik egyébként ez a kapros szósz. Úgyhogy ebből öntünk is rá. Jó. Most szépen elhelyezzük rajta. Rákokat. Gyönyörű pirosra elkészültek. Ne esne. Na, talán ez így meg is áll. Jó. Most lesz a nehéz dolog, ugyanis oké, hogy ez elkészült, le is húzzuk róla, így. Így. Hát én azt mondom, hogy még egy ilyen kicsit elbír. Most már ez tényleg meleg. Jó. Hát, hogy is tegyelek. Szerintem is tökéletes.
ugye maradt egy, ezt még ne vesszük. És akkor ide a belsejébe helyezzük az a nagybogyót és az alginált gyöngyöt. Jó, fogjuk a tetejét, arra is kerünk egy kis majonézes csilét. És az egészet még egy kicsit